Újabb fordulóponthoz érkezett hazánkban az állatvédelem, mivel november 30-án az országgyűlés egyhangulag elfogadott egy törvénymódosítást. Az utóbbi években a közösségi médiumoknak köszönhetően egyre nagyobb nyilvánosságot kaptak a különféle állatkínzások. A szakemberek szerint ez is szerepet játszott abban, hogy a társadalom keményebb fellépést vár el a jogalkotótól. Én azt gondolom, hogy jelentős módosítások kerültek bele magába a büntető törvénykönyvbe. Az egyik ilyen igazán jelentős része az mondjuk maga az, hogy a szaporítás büntető törvénykönyvi tételé változott. A másik az ugyebár a kutyaviadalokkal, illetve az állatviadalokkal kapcsolatosan, hogy nem csak maga a szervezők azok, akik felelősségre vonhatók, hanem a résztvevők és gyakorlatilag a rendszernek az összes eleme, tehát a szervezők is, a résztvevők is, az online fogadók is, és gyakorlatilag mindenki, aki érintett az állatvédelem kategóriájába. A hivatalos orvosi ellátást nem, csak hamis oltási könyvet kapó kutyák iránti keresletet a megfizethető árak tartják életben. A gyanútlan vásárlók általában nem is sejtik, milyen körülmények között tartották a házi kedvencüket, akinél az illegális tenyésztésből kifolyólag olyan genetikai hibák és betegségek alakulhatnak ki, amelyeket később már nem lehet gyógyítani. Évek óta ismert a problémakör. Nyilván az elmúlt 5-6 évben egyre sikeresebben tudtuk fölvenni ellenük a küzdelmet, tehát egyre több olyan eljárás zárult pozitív eredménnyel, amikor ezek az állatok végérvényesen kiemelésre kerülhettek, és nyilván megfelelő egyrészt állatvédelmi bírság mellett, másrészt pedig valóban büntető eljárásnál mondjuk vannak olyan esetek, amik még bírósági szakaszban vannak, de hogy pozitív kimenetelre lehet számítani. Az esetszámok az elmúlt években, hogy valóban növekedtek-e, vagy csak jobban láthatóvá váltak, erre nehéz egyébként jól válaszolni. Most egyébként, ami ugyebár április 1-től lépett érvénybe, hogy a szaporító tevékenységet felérszámhoz köthetően végezhetik, és nyilván ehhez kell egy nyilvántartási engedély is. Most lettek láthatóbbak, úgymond ezek a szaporításból élő illetőknek a mennyisége. Pontos számot nem fogok tudni mondani, de iszonyat mennyiségű regisztráció történt április 1-ig is, és április 1-től is folyamatosan. A parlament nem csak a házi kedvencek, de a természetben élő állatok védelmét is megerősítette a törvénymódosítással. Függetlenül attól, hogy a vadon élő állat elpusztult-e vagy sem, már a különféle csalik és mérgek kihelyezéséért is komoly büntetések szabhatók ki. Az otthoni környezetben szakszerűen alkalmazott rágcsálóirtó és egyéb legális szerekre a jogszabályváltozás nem vonatkozik.